My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like I finally noticed I've been set free. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what. Szerintem bort hozzak? Hozzak egy üveget. Bármi történhet, legyen nálunk egy kis bor. Egyet értesz? Szerintem sem. Én akkor azt is szoktam mondani, hogy csak az ízér hozzá egyet, kettőt. Képzeld el, végig. Álomszüret volt 2020. Tehát úgy alakult az évjárat, hogy amikor kezdtünk, későn fakadt a szőlő. Tehát így máskor ilyen április első hete már fakad. És idén, 2020-ban kihúzódott ez a hűvös, hideg tavasz, tehát ilyen fagyok nem voltak, de hideg volt. És későn fakadt a szőlő, így későn is virágzott. Viszont én ennek azért örültem, mert nem csúsztak össze a munkáink. Tehát nem csúsztak össze a munkafeladatok. Nem volt az, hogy egyszerre kellett mindenhol hajtást válogatni, fürtöt ritkítani. Volt időnk mindenre. Egy zseniálisan jó év volt ilyen szempontból 2020. A virágzás ugye mikor kezdődött? Áprilisban kihajtott, május, június eleje, közepe. A kötődés nagyon jó volt, tehát nem esett az eső, tudtak járni a méhek, tudtak járni a rovarok. Egyedül a Chardonnayban volt egy pici madárkásság, de Chardonnayban meg úgy alakult, hogy idén annyi lett belőle, hogy nem is bántam, hogy egy pici termés kiesésünk lett. Különben most idén fordult először termőre rengeteg új ültetvényünk. Most fordult termőre a Látóhegy, most fordult termőre a Vénhegyen a Kékfrankos, Csókában a Zöldveltenini, úgyhogy sokkal nagyobb termésmennyiséggel dolgoztunk idén, mint tavaly. Szóval ott jártunk, hogy szoktam járni bulizni, és inkább és ugye... Igen. És hogyha fröccs, akkor ugye a rozé most így előtérben van, és nekünk itt a Vénhegyen, ahol most megyünk fel, itt van egy fensíkunk, és itt van nekünk Pinot Blanc, Kékfrankos, Rajnai Riesling, Királyleányka. És hát én nagyon szeretem termelni a Kékfrankost. Idén talán egy picit túl is ment, tehát olyan mély színe lett rozénak, hogy majd ezzel valamit kezdenünk kell. De hát ettől szép a szakma, hogy így mindig próbálod eltalálni, hogy tökéletes legyen, de egy-két nap is itt a színanyagban sokat számít, illetve az is sokat számít, hogy mennyi ideig tartjuk a présen. Mert hogyha nagyon gyorsan feldolgozzuk, pikpak elengedjük a levet, akkor gyönyörű ez a pinkes színe lesz. Ha már egy picit tovább rajta van, akkor meg már ez a májvás színe lesz. És most ezek a provanci stílusú rozék a menők, ami annyit jelent, hogy nagyon-nagyon lájtos, vékony pink színe van. Még amikor mi a kertészetire jártunk, nekünk még azt tanították, hogy ez a hagymahéj szín rozéban, és hát most sokkal inkább ezek a pinkes színek, amik a divatok. Ja, Bélának a meggyese, Vécsei Bélának. Ez már a Vénhegynek a teteje, és ahogy látszik, egy platón vagyunk fönt, és itt most az első állomásunk lesz egy Rajnai Riesling, amit megnézünk,
utána lesz egy kék rankos. Megnézzünk, hogy hogy néz ki. Biztos találunk egy-két fürtöt is még. Egy meg tudom majd kóstolni. Nekünk itt volt az első szőlőnk. És akkor még egy vegyes ültetvényünk volt, még írsaink is volt benne. Írsaikkal évérünk. Egy picit félrehúzódok. Gyere Zsolt, szálljunk ki, és akkor nézzük meg, hogy mit mutat a rajnai rizling. Nagyon, nagyon jó fajta a rajnai. Ez egy rajnai ültetvény, itt van egy kacsfürt. Kóstold meg. Csíp belőle egyet. Na? Finom. Jó íze van? Szétrektad a bogyó héját? Kicsit csak. Az a lényeg, ilyenkor, hogy a bogyóhéj is vékony legyen. Ha a bogyóhéj is vékony, akkor az azt jelenti, hogy lehet áztatni a szőlőt. Ugye a bogyóhéjban vannak az íz aromatasakok, és akkor még jobb íze lesz a szőlőnek. Ez egy... Hát, nagyon büszke vagyok. Ilyen lomb, nézd ide. Ilyen lombfal. Már leszületeltük, úgyhogy minimálisan lehet még benne böngészni. Most fog kezdeni erjedni. Ugye ebből készítjük mi a Csóka családnak rajnai rizlinget. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest and overflowing with every single beat. Boros üvegek meg csörögnek. Különben 2020 abból a szempontból is nagyon jó, hogy idén kaptunk villanyt nagyon sok szőlőterületünkön. Tehát régóta, tehát 20 éve küzdünk azért, hogy itt kint is, nekünk van itt kint egy kültéri pincénk, itt is legyen villany. A kőhalmi dűlőben ott is van most már villany. Úgyhogy egyre könnyebb lesz a munka a jövőben, mert azt tervezem, hogy ide kihozom a szőlészetet. Itt fogjuk a traktorokat, a munkagépeket tárolni, ide építünk egy színt. És hogyha itt van áram, akkor itt tudsz gyakorlatilag bármit csinálni, tudsz egy műhelyt építeni. Minden aktuális feladatot, hogyha kell, el tudsz végezni. Jó napot! Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen íze lesz most a kék frankosnak. A rajnai, nekem ízlett. Neked ízlett? Finom volt. Zamatos volt, ugye? Melyik a kedvenc szőlőfajtán? Hát ugye, ha van ilyen. Móriként az ezer jó. Az ezer jót jó termelni. Jó belőle bort készíteni, viszont a piac az nem töri le a kilincset az ezer jóért. Viszont nekünk, Móriaknak szerintem feladatunk az, hogy tudatosan termeljünk nagyon jó minőségű ezer jót, mert nekünk ez a zászlós fajtánk, tehát nekünk ebből kell jó bort készíteni, mert ez lesz az, ami ide vonzza a vendégeket. Minket ez különböztet meg a többi borvidéktől. Ha csak nézd bele ezekben a sorokban, milyen gyönyörűek. Na, rozé ültetvény, gyere! Kékfrankos nőben nagyon jó szedni. Ugye látszik, hogy ugye van egy lombzóna, és a fürzóna az gyakorlatilag itt helyezkedik el. Az asszonyok alá rakják a ládát, a soroknak pikpak szedik bele, fel, aprítják bele. Köszönöm. Köszönöm. Szívesen.
Na. És ugye ez a Vénhegy. A Vénhegyen nekünk itt van, hogyha indulunk északról, van a Pinot Blanc, királyiránk a Kékfrankos, utána Ezerjó és a Rajnai Riesling. És hát amit én most mindenképpen meg szeretnék neked még mutatni, meg szeretném még mutatni a Sauvignont, meg szeretném mutatni még a Chardonnayt. Jó? Én azt mondom, hogy azt mindenképpen érdemes megnézni, mert egy nagyon jó képet fog adni majd a 2020-as szüretről, hogy mégis milyen volt, milyen munkát végeztünk. De ennek az ültetvénynek a látterén én nagyon boldog vagyok. Elégedett vagy egyébként az idei évvel? Nagyon jó volt. Ahogyan mondtam, álomszület volt. Volt olyan napunk, hogy az emberek így mondták, hogy szedjünk még le valamit. Annyira nagyon jó volt az idő. Sajnos talán egy picit túl meleg is volt. Tehát, ugye egy szüretnél mindig azon, hogy reggel adsz egy kis pálinkát, adsz egy kis bort. De itt most inkább üdítőt kellett az embereknek adni, mert annyira nagyon meleg volt. Volt, hogy azért nagyon melegen érkezett be a szőlő. Tehát nekünk idén ez okozott problémát. De az, hogy hideg lett volna, fújt volna a szél, 2019-ben volt olyan, hogy nulla fokban kezdtük a szüretet. Ott azért kell lelki erő az embereknek, hogy reggel nulla fokban egy nedves lomba belenyúj és elkezd szüretelni, mert ilyen harmad, így szedel a szőlőt, emeled fel a kezdetet, csurog végig a karodon, és az kellemetlen tud lenni. De idén nagyon jó volt. Gyönyörű szüretünk volt, gyönyörű. Jó hangulatban, sokat nevettek az emberek. Nem volt kellemetlenkedés, mindenki élvezte ezt az egészet, úgyhogy én nagyon félek attól, mondtam is ezt a kollégánknak, az Eisenberger Zsoltnak, hogy nekünk most az fog beívódni, hogy ilyen egy szüret, ennyire jó tud lenni egy szüret, és nekünk ez lesz az etalon. És ez most azért nehéz, mert ki tudja, hogy jövőre milyen lesz. Minden nap gyönyörű, tiszta időnk volt, nem zavart haza bennünket az eső, nem zavart haza bennünket a hideg. Mindig tudtuk azt szedni, amit akartunk, azt a mennyiséget, amit akartunk, gyönyörű, hát mint a gyöngysor olyan szőlőket szedtünk. Hiba, minőségi hiba nem volt, a feldolgozóban nem volt műszaki problémánk, az erjedések tökéletesen mentek. 2019-ben volt, hogy leállt a hűtőnk. Hát, most 2020-ban... Álom volt, komolyan álom volt. Bárcsak mondhatnám azt, hogy ez legyen életünk legrosszabb szürete a 2020-as, mert akkor innen csak felfele vezet. És ugye, ami nekünk még nagyon nehéz, az, hogy egy kézi szüret van, ami nagyon jó minőség, viszont az emberek egyre tehát idősek az emberek, 70 év fölött vannak a szüretelő munkásainknak az életkora, és ki tudja, hogy nekik mennyire lesz még energiájuk jövőre. És nagyon félek attól, hogy nekünk át kell majd valamikor állnunk a kombájnra, amit meg azért nem szeretnék, mert a kombájnos szőlőszüret egy nagyon gyors, nagyon hatékony szüret, cserébe nem a legjobb minőséget szüreteli, és a szőlőültetvénynek sem a legjobb. Viszont nekünk pedig ekkora területhez nem tudom, hogy fogunk-e találni még megfelelő mennyiségű embert. Na menjünk, nézzük akkor meg a többi ültetvényt. Vénhegyi Ezerjó. Innen születeljük csak az ízért Ezerjót, amin anyukám van a címkén. Anyukámnak ez a kedvenc szőlőültetvény. Nem véletlen. Kis kacsfűt, ezt is kóstold meg. Vastagabb a bogyóhéj, ugye? Másabb az íze, mint az előzőnek. Persze. Nekem eddig az volt a nyerő. Kékfrankos? Az íz lett. Rozés vagy. Na jó. Az a lényeg, hogy ez is rendben van. Betegségnek nyoma sincs. Nézd meg. Ezt elhagyták, ezt a filtert a szület előtt. Nézd meg, mennyire épp egészséges még mindig. Na viszont ezt kóstold meg. Az előző egy kacsfürt volt. Ezt kóstold meg. Na, vállalható? Yeah.
szerinted ad egyébként a bornak pluszt az, hogy emberekkel dolgozol, nem pedig gépekkel? Vallod azt, hogy benne van az emberek szíve, lelke? Hát figyelj, ez egy a bor bizalmi termék, ízlésen, érzelmeken, megérzéseken alapul a termelése. Jelen kell lenni, figyelni kell rá. Természetesen gépekkel is nagyon sok mindent el tudsz végezni, de ahol fontos az íz, fontos az a tapasztalat, hogy mi, mikor, melyik időpontban kell szüretelni, szedni, fejteni, szűrni, palackozni, ezekhez jelen kell lenni embereknek. És én nagyon hiszem azt, hogy az emberek, a kollégáink, és én ezt elmondhatom, hogy nekem is a kollégám például az Eisenberger Zsolt, olyan szívvel, olyan lélekkel áll hozzá, annyira jót akar, hogy a legprecízebben beállított gép is csak jót fog csinálni, de ő csak azt az egy adott feladatot fogja tökéletesen elvégezni. Viszont egy jól felkészült, jó ízlésű, jó szándékú szakember a széles vásznú filmet fogja nézni, és így fog döntést hozni. Ezt úgy fordítanám le, hogy még egy gép egy adott feladatot, egy pici monitort lát maga előtt, egy jó ízlésű, jó szándékú szakember pedig a széles vásznú filmet. Tehát ő látja azt, hogy ha ezt megteszem, akkor annak az lesz a következménye, annak az lesz a következménye, és ennek köszönhetően lesz majd egy szuper termékünk. Míg egy gép, igen, bekapcsol, on-off, on-off. Tehát a kettőt ugye nem lehet összehasonlítani. Mind a kettőnek lesz egy eredménye, remélhetőleg jó eredménye lesz, de ami pedig működik, működőképes eredmény, én úgy gondolom, hogy a mai borászat világában ott szükség van az ízlésre, a jó szakembernek a jó hozzáállására. Hát nézd meg, mindig azt szoktam mondani a vendégeknek, hogy üdv az irodámban. Nyugodtan kóstold meg. Nyugodtan kóstold meg, Zsolt. Ezek a több percenek. Mint a méz, mi? My heart's been ripping wide open. Na menjünk be a borászokba. És hogy lenne lehetőségem ide kijönni, borozgatni egy kicsit? A fagymentes hónapokban, minden hónapban szerezünk legalább egy rendezvényt. Idén volt két vértes vinil, volt két Világmór Outdoor, meg csak úgy is hétvégénkete ki szoktunk jönni ide borozni. Most is még október 23-án is jönnek vendégek. Úgyhogy ide tök egyszerűen rám írtok, messengeren felhívtok, és akkor leszervezzük. Itt kint, ennél a panorámánál borozni, tehát gyakorlatilag nincs dolgom a vendéggel. Tehát a vendég kijön, leül a panoráma irányába, kap egy pohár bort, és boldogság. Komolyan mondom. Tehát annyira csodálatos helyen élünk, annyira nagyon gyönyörű itt a Vértes és a Bakony völgye. Hát én, ha csak tehetem, sokszor megcsinálom azt, hogy elvitelre kérem a kávét reggel a pékségben, és ha időm engedi, ide kijövök, itt leülök, és itt megválaszolom az e-mailjeimet, és itt kezdek el dolgozni. I'm sorry, my actions, they haunt me, and I'll never live it down. I'm no good at being good,
október, mit mondtál, október 10? 11. 11. Egy üres tartályunk van. Hogy tudjunk mondani, minden más tele van. Úgy néz ki, hogy szerintem idén még az akváriumban is erjeszteni fogunk, annyira sok lett a szőlő. Itt ezer gyók már le vannak kénezve, minden hordó tele van. És ugye itt a vadonatúj érdekes. Így elég a sorban én, mint kedden születnek. Így elég a sorban én, mint kedden születnek. Ez az erjedés. Zöldveletelémi, Szonyomban, Gazi, Leányka, Király Leányka, reduktív ezerjók. Ezek már minden vannak kénezve. Minden tele van. Minden tele van. Mondjuk itt még van hely. Tartálynak, de ez nem később. Ott lesz hátra a palackozó. Itt van a kis élmény sarkunk. Itt szoktuk tartani a borbontatókat. Azoknak a vendégeknek, akiknek fontos a szép panoráma. Mert azt szoktuk mondani, hogy akkor gyere nézzel a család ezzel vár a borkészletét. Do you wanna take me back? Got love a broken plan, so we can start again. Wanting down a second chance, I'm too selfish for that. I let you fall again, now that you know that. I'm no good at being good, but I never said I was. Nagyon várjuk, hogy milyenek lesznek az új borok. A szőlőminőségéből arra következtetünk, hogy zavatosak, feszesek és pengék lesznek. Várunk benneteket sokszor.